A Képes lap világa című kiállítás megnyitójára gyülekeztek a Rákóczi vár történelmi falai között a meghívott vendégek és a gyűjtemény iránt érdeklődők. Pusztai Tamás, Borsod-Abaúj-Zemplén megyei múzeumigazgató beszédében fontosnak nevezte a múzeumokat, mivel ezek az épületek, a gyűjtemények őrzik a kultúrát. Az igazgató azt vallja, hogy a műtárgyak oda vándorolnak, ahol szeretik őket, ezért a szerencsi gyűjtemény kiváló helyen van, mivel a város lakói magukénak vallják azokat. Koncz Ferenc szerencsváros polgármestere köszöntőjében arról beszélt, hogy Szerencs egyedi hangulattal rendelkezik, melynek része a Rákóczi vár, a várkert, valamint a történelmi falak között lévő különleges, közel 1 millió darabos képeslap kollekció. Koncz Ferenc szerint a gazdaság és a munkahelyek mellett az is fontos, hogy egy városnak lelke legyen, ami szerencsén a Rákóczi várban lakozik. Balogh Zoltán emberi erőforrás miniszter úgy vélte, hogy a képeslap a legfontosabb, kultúra nélkül nincs semmi, kultúra nélkül a dolgoknak nincs igazi, valóságos értéke, mert a kultúra emel föl bennünket, adja meg önbecsülésünket. Balogh Zoltán szólt arról, hogy a képeslap a családnak szól, ezért családi emlékezet nélkül nincs nemzeti emlékezet sem. A miniszter szerint a kultúra feladata, hogy ezt tudomására hozza mindenkinek, ugyanakkor az is cél, hogy a kultúrának köszönhetően befektetők, turisták jöjjenek a hegyalja kapujába, amelyhez gyerekkori személyes élmények is fűzik. Most nagyon fontos, hogy az, amink van, azt megőrizzük. Én úgy jöttem, néhány nyarat töltöttem itten barátoknál, rokoni családoknál, és az emlékem az az, hogy jókat lehetett itt fürödni a patakba. Lehetett ott a cukorgyár környékén egy-két süvegcukrot, meg a csokoládégyárba ismerősökön keresztül mindenfajta finom csokoládét kapni, és hát a rákócziaknak a ősi fészke, emlékszem még a Rákóczi zsigmond koporsójára, amikor síremlékére először látettem kisgyerekként a kezemet, azért az egy megható élmény, és nagyon fontos az, hogy mindez az érték, ami itt van ebben a városban, az ne elkalódja, hanem megőrizzék. Én azt látom, hogy itt ez történik, tehát olyan élni akaró és munkabíró emberek vannak, akik, ami az övék, nem engedik el, hanem megbecsülik, és még be is mutatják másoknak. Azon múlik ennek a régiónak a jövője, hogy mindazt a kincset, ami itt van, azt úgy piacképessé tudjuk-e tenni. Vonz-e majd ide az ipart, vonz-e ide a turizmust, a gasztronómiát és minden mást. Én bízom benne, hogy partnerei tudunk lenni ennek a városnak, a kormány ebben az ügyben, a fölemelkedésben, akár a munkahelyteremtésben, akár azoknak az embereknek, mert azért van ennek a vidéknek egy súlyos problémája, hogy a leszakadó térségekben oda koncentrálódnak azok az emberek, akik nem tudnak magukról gondoskodni, talán már nem is akarnak, tehát őket bevonni a munkavilágába, őket egy olyan életmód felé irányítani, amivel ők is hozzá tudnak tenni valamit a közöshöz, és be tudnak oda fizetni, akár adófizetőként. Ez egy nagyon lényeges program, ebbe itt elindultunk Borsod-Abaúj-Zemplén megyébe, aztán jön a többi is szép sorjába, a kulturális intézményrendszer átalakítása is egy súlyos feladat, ami előttünk áll. Most azon vagyunk, hogy megegyezünk a településekkel arra, hogy ők milyen részt tudnak vállalni a fönntartásából azoknak a gyűjteményeknek, amiknek helyi jelentősége van, és mi megnézzük, hogy az országos jelentőségi dolgokban hogyan tudunk partnerek lenni számukra. A szerencsi Rákóczi várban lévő Zempléni Múzeumban a világ második legnagyobb képeslap gyűjteménye látható, ami az idén megújult az Emberi Erőforrás Minisztérium Alfa programja és a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei önkormányzat támogatásával. Számos probléma felmerült a megvalósítás során. Itt voltak benne intézmény átszervezési problémák, financiális problémák, de szerencsére minden nehézségen túllendültünk. Nem rövid volt az a munkafolyamat, az az idő, ami alatt ez a kiállítás elkészült, hiszen több mint másfél évig dolgoztunk ezen a nagyon nagy feladaton, de hát remélem, hogy megérte a fáradozás, és tényleg egy új szemléletű, modern, a 21. század kihívásainak is megfelelő kiállítást sikerült erről a nagyon régi tárgyról rendeznünk. Honnan sikerült támogatást kapni ennek a tárlatnak a megrendezéséhez? A Kulturális Minisztérium, amelynek hagyj ne soroljam fel az összes nevét, amely változott azóta, mióta ez a program is működik, működtet egy programot már 2004 óta, amelynek az a neve, hogy Alfa program. És ez a program azt célozta meg, hogy a múzeumok elavult kiállításait felújítsa. Nagyon jó program ez az intézmények számára, egy nagyon jó lehetőség, mert nem csak magát a kiállítást finanszírozza meg, hanem a múzeumi környezetet, a múzeumi infrastruktúrát és a hozzá
hozzá kapcsolódó dolgokat is. Hiszen itt állandó kiállításról van szó, ha a termet nem sikerült volna előtte felújítanunk műszakilag, akkor ugye elég nehéz helyzetbe kerültünk volna egy 15 évre beépítendő kiállítás esetében. De ez a program, az Alfa program ezekre is lehetőséget nyújtott, és mi éltünk is ezzel a lehetőséggel, nem csak a kiállító tereinket, hanem a fogadó termet és néhány mellékhelyiséget is felújítottunk, és berendeztünk egy viszonylag modern technikával ellátott, bútorzattal ellátott múzeumpedagógiai foglalkoztató termet is, hogy későbbiekben is hasznosíthassuk ezt a kiállítást. Veres László, a megyei Herman Otto Múzeum nyugalmazott főigazgatója szólt arról, hogy a tárlaton nem csak a tárgyakat mutatják be, hanem megpróbálják felidézni azt a világot is, amelyben a képes lap keletkezett. A muzeológus a tárlatra invitáló beszédében kiemelte, hogy a kiállítással Petrikovics László emléke előtt tisztelegnek, aki elsőként felismerte, hogy a jelentéktelennek tűnő papírdarab igazi kincs. A látóképek áruháza, valamint egy múlt század elejé postahivatal enteriőrje felidézi, hogyan jutott el ez a termék az emberekhez. A megnyitó után a résztvevők megtekintették a megújult kiállítást a Szerencsi Zempléni Múzeumban.